Milliárdos beruházás, uniós és hazai forrásból csaknem 1,3 milliárd forintot fordított konzervgyártási technológiájának fejlesztésére a Mária Pócsi Gloster Kft. Egyelőre nem emelnek, a pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a lisztárát, akkor egy 8-10%-os kenyéráremeléssel számolnak. Élelmiszerügyi ellenőrzés. Bár tilos, mégis minden második utas megpróbál hústerméket behozni a magyar-ukrán határon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleményéből. Uniós és hazai forrásból csaknem 1,3 milliárd forintot fordított konzervgyártási technológiájának fejlesztésére a Mária Pócsi Gloster Zöldség Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A társaság a konzervek tartósítását elősegítő fejlesztést hajtott végre, amelyhez több mint 760 millió forintot nyert pályázati forrásból, hangzott el a szerdai zárórendezvényen. Az 1993-ban alakult társaság kizárólag üveges zöldség-gyümölcs konzerv gyártásával foglalkozik, az elmúlt években több mint 2 milliárd forintot fordított beruházásokra. A jelenlegi projektben egy Európában is egyedülálló konzervgyártási technológiát fejlesztett ki és alkalmaz, valamint az ehhez kapcsolódó építési beruházásokat, a gyártócsarnok bővítését is elvégezte. A fejlesztéssel a cég indulásakor még évi 6-8 millió üveges gyártókapacitást mára 25-28 millió üvegre emelték. Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk a mai napon, amikor is egy szinte lehet mondani teljes technológiaváltást sikerült megvalósítani a 2015-ben benyújtott kutatásfejlesztési innovációs pályázatunk eredményeként, melyet a bírálóhatóság megfelelőnek értékelt, és így ezt a beruházást meg tudtuk valósítani. Ezáltal szinte egyedülálló módon olyan technológiával állítjuk elő termékeinket, amely lehető legjobban megőrzi a feldolgozott nyersanyagok ízvilágát, jellemzőit, ezáltal a késztermék, amelyet a kedves fogyasztóink, kedves vásárlóink fogyasztanak, olyan minőségűvé válik, amellyel hosszú távon stabilizálhatjuk piaci jelenlétünket. A gyártáshoz elengedhetetlen a környékbeli beszállítók és gazdák segítsége, mivel a társaság évente 9,5-12 millió tonna közötti nyersanyagot dolgoz fel. Csakuborka fronton ugye 500 beszállító őstermelő az, akinek a termékét feldolgozzák itt Mária Pócson, míg más gyümölcs és zöldségkonzervek tekintetében pedig további 2000 őstermelőnek, gazdálkodónak nyújt felvevő piacot a konzervgyár. Ilyen formán a megyében mintegy 2500 gazdálkodó, mondhatnám azt, hogy család él meg innen a Gloster Kft. Jóvoltából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új kormány megbízottja köszöntő beszédében a magyar élelmiszeripari termékeket érintő élelmiszergazdasági stratégiáról beszélt, amely lehetővé teszi, hogy friss, finom, egészséges és minőségi termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. Magyarországnak elkészült a Nemzeti Élelmiszerfejlesztési Stratégiája, amely azt tartalmazza, hogy a fő célként, hogy az emberek asztalára minél több egészséges, biztonságos és hazai élelmiszer kerüljön. Ez a beruházás azért nagyon fontos, mert ennek a három feltételnek egyaránt megfelel. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően itt egészséges, biztonságos, hazai élelmiszerek kerülnek előállításra, és mi bízunk benne, hogy ennek a gazdaságfejlesztő hatása is meg fog jelenni. Nyilvánvalóan a cél az, hogy az élelmiszereket minél jobb minőségben, minél jobban feldolgozva tudjuk értékesíteni. Ez az egész mezőgazdaság számára egy nagyon fontos húzóerőt jelent. Nekünk pedig itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol nagyon kiváló mezőgazdasági adottságok rendelkezünk, külön fontos, hogy amit itt helyben megtermelünk, azt itt helyben a megyében, az itteni munkaerő bevonásával, itteni emberek munkájával dolgozzuk föl. Az élelmiszeripari szektorban is egyre komolyabb gondokat okoz a munkaerőhiány, amelynek ellensúlyozására nemrégiben indult egy kormányzati támogatást is élvező munkaerőpiaci projekt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mondta a rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke. Egyre több termelőtől, gyártulajdonostól, termelési egységvezetőitől hallani ezt a
problémát. A megyei munkahelyi paktum egy lehetőség, amivel a cégek élhetnek, hiszen több mint 7 milliárd forint áll rendelkezésükre munkaerő képzésre, átképzésre, illetve a munkaerőpiacra történő bevezetésre embereknek, foglalkoztatási csoportoknak. Én bízom benne, hogy ezt a paktumot olyan módon tudjuk végrehajtani, fejleszteni a cégekkel együttműködve, hiszen az ő segítségük is kell ebben, hogy milyen fajta képzéseket indítsunk el, milyen tartalommal, sajátos tematikával is lehet egyébként ezeket a képzéseket indítani, amelyek révén minél több ember tudunk visszacsábítani a munkaerővilágába. A fejlesztés a konzervek töltési, mérési, tömörítési és hőkezelési technológiáját forradalmasítja. A gyártósoron gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül készülnek például az üveges megybefőttek vagy a csemegeuborka konzervek. A beruházás kutatás fejlesztési részére 41, az eszközbeszerzésekre 815, az infrastruktúrális beruházásokra pedig 440 millió forintot fordított a Gloster Kft., amely a projekt segítségével 78 munkahelyet őrzött meg és további 8 újat létesített. Egyelőre nem emelik a kenyérárát a sütődék. A pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a lisztárát, akkor egy 8-10%-os kenyéráremeléssel számolnak, mondta el szerkesztőségünknek Lakatos Tibor, a Vela Kft. Tulajdonosa. Naponta 6 mázsa kenyeret és 10 000 darab péksüteményt sütnek meg ebben a nyíregyházi pékségben. Ennél többet is szállítanak a kereskedésekbe, ha elkezdődik szeptemberben az iskola. A kenyér árát ez a sütöde addig semmiképp nem emeli, amíg nem tudják, hogy a lisztárát mennyivel növelik a következő hónapokban a malmok. Nagyon sok múlik azon, hogy a malmok hogyan fogják az elmúlt adatás eredményét érvényesíteni. Tehát a sütőipari vállalkozások valóban információt kaptak arról, hogy lesz lisztáremelés, azonban konkrétumok még nem alakultak ki. Várjuk a malmoknak a visszajelzését. Egy kiló kenyérhez 70-75 deka lisztet használnak fel, ez közel 40%-os alapanyag költséget jelent, tehát ha többe kerül a liszt, ezt kalkulálják a sütőipari vállalkozások a kenyér árába. Másrészt nem csak a liszt ára miatt emelhetnek a pékségek, ha többe kerülnek a tejtermékek, a munkabérek és a pótlékok, a nagyobb kiadás és megnövekedett költségek megjelenhetnek a kenyér árában is. A kenyér ára nagyon változó, hiszen 160 forinttól 600 forint és kenyérárak is lehet tapasztalni. De azt gondolom, hogy amennyiben egy 10%-os lisztáremelés lesz, amit a malmok jelezték előre, akkor így gondolom, hogy egy olyan 8-10%-os áremelés kell nekünk is érvényesíteni, ami még mindig csak a költség növekedését tudja majd kompenzálni. A hazai sütőiparban körülbelül 1000 vállalkozás működik, a szakágazat bruttó termelési értéke mintegy 156 milliárd forint, megközelítőleg 23 ezer főt foglalkoztat az ágazat, de óriási probléma, hogy 4000 szakmunkás hiányzik a sütőiparból. Bár tilos, mégis minden második utas megpróbál hústerméket behozni a magyar-ukrán határon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleményéből. A Nébih és a NAV közös ellenőrzést tartott 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határátkelőhelyen augusztusban, azzal a céllal, hogy megállítsák az Ukrajnában is megjelent afrikai sertéspest is terjedését. A járványügyi kockázat miatt jelenleg még mindig tilos húskészítményt behozni Magyarországra. Lónyán, Barabáson, Beregsurányban és Tiszabecsen is ellenőrizték az Ukrajnából érkezőket augusztus 22-én és 24-én. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei közös vizsgálatot tartottak az afrikai sertéspest is határ közeli megjelenése miatt. Magyarországra jelenleg tilos élőállatot, állati terméket, sertés vagy vaddisznóból készült ételeket behozni, még magáncélra sem engedélyezett. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy a különböző közlemények, illetve hát az országokban kiadott országos főállatőrségi utasítások ellenére szinte minden második utasnál volt valamilyen húskészítmény, rántott hús, készétel, sült húsok, szendvicsekben húskészítmény. Ez egyértelműen tilos Ukrajnából ezeket behozni. Ezeknél a NAV-val közösen vagy megsemmisítésre kerültek ezek az élelmiszerek, vagy visszavitték az utasok, vagy pedig ott a helyszínen elfogyasztották, amennyiben kis mennyiségű volt. A Nébih szakembere kiemelte, a behozott élelmiszerek kockázatosnak minősülnek, így például állatok etetésére tilos felhasználni.
Hozzátette, az emberekre semmilyen veszélyt nem jelent az afrikai sertéspest is, de nagymértékű gazdasági károkat okozhat. 2007-ben jelent meg Grúziában az afrikai sertéspest is, és azóta fokozatosan közeledik Magyarországhoz, az északi részeken, Lettország, Litvánia, Lengyelország, és most már Ukrajnában is itt van. Sajnos azt kell mondanunk, hogy már abszolút a határ közelbe pár kilométeres távolságban az ukrán részen már házi sertésben, de vaddisznókban is találtak afrikai sertéspest is. A gazdasági kár az, ami több 10 milliárdba mérhető egy ország esetében, hogyha bekerül a sertéspest is vírusra. Amelyik országban megjelenik a vírus, ott a vadásztársaságoknak is fokozottan figyelniük kell. Ha vaddisznó tetemet találnak, akkor ezt kötelező jelenteniük. A vadászat alatt viselt ruházatot pedig le kell cserélni, mielőtt az otthoni állatokat etetik meg. A házi sertéseket óvni kell a vaddisznókkal való érintkezéstől. A kerítéseket javasolt megerősíteni a sertéseket tartó házak körül. Három autó sérült meg abban a balesetben, amely kedd este történt Nagykáló belterületén. Egy gépkocsi fordulás közben egy út szélén álló autónak ütközött, majd egy másik kocsinak is neki csapódott. A jármű vezetője el akart hajtani a helyszínről, de a közelben lévő rendőrök feltartóztatták. Kiderült, hogy az illetőnek nincs jogosítványa, az autónak pedig nincs kötelező biztosítása és műszaki engedélye, valamint jó ideje kivonták a forgalomból. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Az eddigi legsikeresebb rendezvénynek ítélte a Nyíregyházi Polgárőr napot Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a szerdai értékelő fórumon. A részletekről hamarosan, de előtte nézzük a híradó további témáit. Fél idején túljár a Vidor Fesztivál, kedden nagy sikerrel lépett fel a József Attila Színház Kaviár és Lencse című komédiájával. A fesztivál egyik díját, az életmű díjat már átadták. Az idén Jordán Tamás, Kossuth díjas színművész, a Szombathelyi Színház igazgatója részesült az elismerésben. 24 pontos győzelmet aratott második felkészülési mérkőzésén a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Tiszaújvárost fogadták és 84-60-ra verték egy osztályjal lejjebb szereplő ellenfelüket. Siska János együttese a hétvégén Miskolcon lép pályára egy 4 csapatos tornán. Több mint 5500 polgárőr vett részt a júniusban megrendezett 23. országos polgárőrnapon Nyíregyházán. Az idei rendezvény a legsikeresebb és legszínvonalasabb volt a polgárőrnapok történetében, mondta Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a szerdai értékelő fórumon, ahol Kovács Ferenc polgármesterrel együtt kitüntetéseket és elismeréseket adott át a szervezésben részt vett polgárőröknek. Nagy volt az érdeklődés a június 24-én megtartott 23. országos polgárőrnap és 6. országos lovas polgárőr szemlén. A nyíregyházi rendezvényen 150 új tag csatlakozott fogadalomtételével a polgárőrséghez, valamint kitüntetéseket és jutalmakat is átadtak az ingyenes szolgálatot teljesítők közül azoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A polgárőrnap értékelő fórumát szerdán tartották Nyíregyházán a közreműködő egyesületek részvételével, amelyen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, a rendezvény a 25 éves polgárőrség történetében a legszínvonalasabb és legszervezettebb esemény volt. Túrós András kitért arra is, évente 3-4 ezerrel nő a polgárőrség tagjainak száma. 2000 egyesületben 61 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, és azt én külön örömtelének gondolom, hogy évente 3500-4000 fővel nő a polgárőrségnek a létszáma, és ez azt bizonyítja egyébként, hogy a polgárőrség vonzó, és egyre többen vannak olyan emberek, akik valamilyen közösséghez, mondjuk a polgárőrséghez akarnak tartozni, illetve hát rendpártiak, és nagyobb rendet, nagyobb biztonságot szeretnének a településükön. Az eseményen elhangzott, a megyei polgárőrségnek nagyon jó a kapcsolata a rendőrfőkapitánysággal. A polgárőrök kimagasló létszámban és óraszámban teljesítenek a rendőrökkel közös, illetve önálló szolgálatot a közterületeken. Az együttműködés kiváló a két szervezet között, de a kapcsolatok fejlesztésére több területen is van lehetőség. Finom hangolásokra vannak szükségek, az alapstratégia, az alapelgondolás az egységes, ugyanúgy gondolkoznak ők is, mint ahogy mi is gondolkozunk. Most egy másik irány, amivel próbálunk beindulni, az az illegális migráció elleni fellépés. A határterületen kvázi ilyen határrendész polgárőröknek a felállítása és
tevékenységének a megindítása. Erre is megtörténtek már a kezdeti intézkedések és a lépések, megfelelő felkészítésen fognak átesni. Ebbe lehet erőre lépni, illetve talán az általános bűnmegelőző tevékenységen felül még talán lehetne fokozni a közlekedési polgárőrségnek a tevékenységét, de hát tudomásul kell venni, hogy a polgárőrök önállóan, bér nélkül, saját szabadidőjüket feláldozva hajtják végre a szolgálataikat, és ezt nekünk is bizony tudomásul kell venni. Az idei és a jövő évi költségvetésben a kormány több mint 1 milliárd forintot biztosít az OPS-nek, ami ötszöröse a 2010-es összegnek. A polgárőr önkéntesek létszáma is folyamatosan bővül, csak tavaly 5000-en csatlakoztak az egyesületekhez. A megyében 6300 polgárőr teljesít szolgálatot. A rendőrséggel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen már itt azt mondhatjuk, hogy évtizedekre visszamenőleg együtt dolgozunk, végezzük a közbiztonság érdekében a tevékenységünket településeken, ahol ugye van olyan település, ahol ritkán jut el a rendőr, vagy például át vannak vezényelve most jelenleg ugye a déli határa, tehát nyilván ők létszámcsökkenés van. Ezt mi polgárőrök megpróbáljuk pótolni. Az országos polgárőrnap értékelését követően Kovács Ferenc polgármestertől és Túrós Andrástól 23-an vehettek át elismeréseket a szervezésben nyújtott kimagasló tevékenységért. Fél idején túl jár a Vidor Fesztivál, kedden nagy sikerrel lépett fel a József Attila Színház Kaviár és Lencse című komédiájával. A fesztivál egyik díját, az Életmű díjat már átadták. Az idén Jordán Tamás, Kossuth díjas színművész, a Szombathelyi Színház igazgatója részesült az elismerésben. A József Attila Színház visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. Az idén a Kaviár és Lencse című vígjátékot hozta el a társulat. A darab rendezője Verebes István, aki egy nyugdíjas tolvajt alakít a produkcióban. A főszerepet nem csak Károly játsza. Papagattó egy piti szélhámos, foglalkozását tekintve főállású vendég. Lakomákra jár, ott tömi tele a zsebeit jó falatokkal. Nagyívű ötlettől vezérelve szeretetligát alapít, hogy jó pénzhez jusson. Így keveredik élete legnagyobb kalamajkájába, amiből egymást érő bonyodalmak fakadnak. A színművész kedveli a vígjátéki karaktereket, és ez a figura is nagyon közel áll hozzá. Azt látom is a sikereinkből is, hogy a közönség visszajelzéséből azt lehet érezni, hogy nagyon, nagyon szeretik ezt a világot. Ez egy kedves, hogy is lehet jól fogalmazni, egy olyan kedves figura, aki nagyon életre való, tehát nagyon tudja mozgatni maga körül a világot, és hát nem bizonyos helyzetben nem idő a törvényesség útját járja, de ezt is nagyon kedvesen teszi. Papagattó feleségét, Valériát Szulák Andrea alakítja a komédiában, aki vendégként játszik a József Attila Színházban. A feleség egy igazi vérbő olasz mamma. Nagyon szeretek vígjátékot játszani, különösen akkor, hogyha ilyen jó játszótársaim vannak, mint például a mai előadásban, és a Verebes István rendezése abszolút egy vérbő, igazi, valódi karaktereket felvonultató rendezés, úgyhogy nagy öröm. Kedden a versenyprogramban, a kamaraszínpadon, a Rózsavölgyi Szalon Árc és Café lépett fel Romain Gary Salamon király szorong című művével. Az előadást követően Benedek Miklós, a zsűri elnöke köszöntötte a Salamont alakító Jordán Tamást, aki Kírják Róbert színház igazgatótól a Vidor Fesztivál életműdíját vehette át. Négy pontos győzelmet aratott második felkészülési mérkőzésén a Nyíregyháza Blue Sharks a kék cápák a Tiszaújvárost fogadták, és 84-60-ra verték egy osztályjal lejjebb szereplő ellenfelüket. Siska János együttese a hétvégén Miskolcon lép pályára egy 4 csapatos tornán.
A legutóbbi szezonban még egy osztályban szerepelt a két csapat, azonban a másodosztály átalakítása miatt a Nyíregyháza Blue Sharks az NB1B, a Tiszaújváros pedig az NB1C csoportjában szerepel majd az ősszel induló bajnokságban. Bár egy felkészülési mérkőzésen nem az eredmény az elsődleges, azért a kékcápák a Vasas elleni siker után ismét győzni szerettek volna. Siska János edző a meccs előtt elmondta, hogy mit vár a csapattól. Pontosabb játékot, mint a Vasas ellen, keményebb játékot, jobb csapatvédekezést és a támadásban is több pontot számítok. Szerintem előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor. Nyilván azért még hiányzik a csapatból két ember, egy külföldi, illetve a Busiván. Ha őket is be tudjuk majd hozzá tudjuk rakni a csapatot, akkor egész jó lesz majd. A 6 év szünet után nyáron visszatérő Zinger Zoltán szerint jó a közösség, jó hangulatban végzik az edzéseket, így a center bizakodó a csapat szereplését illetően. Nem okozott semmi problémát az úgymond visszailleszkedés. Ugye régi társaságba érkeztem vissza, akiket olyan emberek közül, akiket ismerek, akikkel játszottam együtt. Úgyhogy szerintem ezzel a részével abszolút nem volt probléma. Nagyon jó kis csapat, nagyon jó hangulatba telnek az edzések, még azok az edzések is, amik elég kemények, amik eléggé megdolgoztatnak minket, de látom a csapatban az előrelépést, azért már eltelt 4 hét az alapozásból. Ugye most fog következni a második edzőmérkőzésünk, és apránként haladunk előre, és csak ismételni tudom magam, hogy nagyon jó hangulatban, egy nagyon jó csapatban telnek az edzések meg a felkészülés eddig. A mérkőzésen végig a nyíregyháziak akarata érvényesült, végül a 20 pontig jutó Zinger Zoltán vezérletével 84-60-ra nyertek a kékcápák. Siska János együttese pénteken és szombaton egy miskolci tornán szerepel a házigazda, valamint a Vasas és a Salgó-Tarján társaságában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Uniós és hazai forrásból csaknem 1,3 milliárd forintot fordított konzervgyártási technológiájának fejlesztésére a Mária Pócsi Gloster zöldséggyümölcsfeldolgozó és kereskedelmi Kft. A társaság a konzervek tartósítását elősegítő fejlesztést hajtott végre, amelyhez több mint 760 millió forintot nyert pályázati forrásból, hangzott el a szerdai zárórendezvényen. Egyelőre nem emelik a kenyérárát a sütődék, a pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a lisztárát, akkor egy 8-10%-os kenyéráremeléssel számolnak, mondta el szerkesztőségünknek Lakatos Tibor, a Vela Kft. Tulajdonosa. Bár tilos, mégis minden második utas megpróbál hústerméket behozni a magyar-ukrán határon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleményéből. A Nébih és a NAV közös ellenőrzést tartott 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határátkelőhelyen augusztusban azzal a céllal, hogy megállítsák az Ukrajnában is megjelent afrikai sertéspest is terjedését. A járványügyi kockázat miatt jelenleg még mindig tilos húskészítmény behozni Magyarországra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 30-án szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a napos, száraz időjárás. A légköri frontok egyelőre elkerülik térségünket, csütörtök estig száraz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Az éjszakai órákban is marad a derült idő, csapadék nem lesz. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magasban zajló melegedés miatt melegfronti hatást érezhetnek az arra érzékenyek. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Pénteken fátyol felhős, de többnyire napos, meleg időben lesz részünk, majd szombaton egy frontrendszer éri el térségünket, és a hétvégén, illetve hétfőn többnyire felhős időre lehet számítani többfelé csapadékkal. Hétfőre már 20 fok alá csökken a hőmérséklet, és a jövő hét első felében is változékony, hűvös marad az idő.